Terry és Crystal Harris fiúkkal és két lányukkal egy utánfutóban éltek San Antoniótól nyugatra. A helyi templomba jártak, ahol megismerkedtek Tommy Lynn Sells használt autó kereskedővel és feleségével. Sells többször meglátogatta Harris otthonát, és Terrytől kért tanácsot házassági nehézségeivel kapcsolatban. Egyik nap Terry segített a család egy barátjának, hogy elhozzák az utcait Kansasből, mert épp költöztek, így otthon maradt Terry felesége és gyermekei, valamint az épp költöző család lánya. Sells a helyi bárban italozott órák óta. Többször tett szexuális ajánlatot a pultos nőnek, aki mindig lerázta őt. Miután bezárt a bár, Sells elindult a Harris házba, és egy nyitott ablakon keresztül bemászott a lakókocsiba. A házban mászkálva bement az egyik hálószobába, ahol meglátta a 13 éves Kaylin Harris-t, aki az emeletes ágy alsó részén, a 10 éves Crystal Sells pedig a felső ágyban aludt. Sells befogta Kaylin száját, és egy magával hozott 30 centis csontozó késsel levágta a lány pizsamanadrágját és bugyját, és simogatni kezdte. Mikor Sells levette a lány szájáról a kezét, a sikoltozni kezdett. Ezután Sells elment, hogy bezárja az ajtót, és felkapcsolta a villanyt. Kaylin látta, hogy vérzik, és ijedtében azt mondta, megvágtál. Ezután Sells mögé lépett, a szájára tette a kezét, és kétszer átvágta a torkát. Katie leesett a padlóra, és csak a hörgő hangját lehetett hallani. Sells még 16 alkalommal megszúrta a teste több pontján. Majd a felső ágyon riadtan fekvő 10 éves Crystalhoz fordult, akit eddig észre sem vett. Csendben maradok, ígérem, nem mondok el semmit, mondta a lány. Sells egy mozdulattal belevágott a lány torkába, aki a földre esett, és úgy tett, mintha halott lenne. Sells letörölte a kilincseket, és elhagyta a házat. Feltételezve, hogy a házban mindenki meghalt, Crystal átszaladt a szomszédházhoz, ami kb. 500 méterre volt, és kiírták a rendőrséget. Crystal túlélte a támadást, fényképről azonosította Sellst, és a tárgyaláson is tanúskodott ellene. Sells bevallotta Katie Harris meggyilkolását és Crystal Sells megtámadását. A rendőrséggel együtt visszament a lakókocsihoz, és videófelvételen bemutatta, hogyan történt a bűncselekmény, amely összhangban volt Crystal beszámolójával. Ez a vallomás azonban csak a kezdet volt. A következő hónapokban Sells 3 évtizeden átívelő gyilkossági sorozatot vallott be. A coast-to-coast becenevet használta magának, ami magában foglalta az utazó életmódját. Tommy Lynn Sells 1964. június 28-án született a kaliforniai Oaklandben, de főleg a Missouri állambeli Frisbee-ben élt. Volt egy ikertestvére, akit Tommy Jane-nek hívtak. Volt másik három testvére, az apját sosem ismerte, mert születésük előtt elhagyta a családot, illetve az anyja életvitele miatt akár több közül is válogathatott volna. 18 hónapos korában nagyhártyú gyulladást kapott a testvérével együtt. Míg Sells magas lázban szenvedett, életben maradt, nővére azonban belehalt a betegségbe. Röviddel ezután Sells nagynényéhez Bonnie Boothoz küldték a Missouri állambeli Holcombba, és 5 éves koráig ott élt. Amikor Sells 8 éves volt, egy szomszédos városból származó Billy Clark nevű férfival kezdett bandázni. Clark sokszor vett apró ajándékokat Tominak, vagy elvitte kirándulni, gyakran el is kérte az anyjától, hogy hagy aludjon a lakásában, mert felesleges hazahoznia este, majd reggel megint érte jönni. Az anyja nem igazán törődött vele, így egyre több időt töltöttek együtt. Később Clark rendőrség látókörébe került, mint pedofil, és le is tartóztatták. Tommy bevallása szerint őt is molesztálta, és ez nagyban befolyásolta további életét és azokat a bűntényeket, amiket később elkövetett. 7 éves korában, amikor kortársai még teát és üdítőt ittak, Tommy már rájárt az otthon tárolt alkoholra. 10 éves korában elkezdte elhanyagolni az iskolát, amit tudott pénzét tett, amiből alkoholt és cigarettát vásárolt, és ebben az időben kezdett marihuánát is szívni. 10 éves korától szinte rendszeresen ivott és dohányzott. Pénzét kisebb lopásokból és guberálásból szerezte. 13 éves korában mesztelenre vetkőzve bemászott az algó nagyanyja mellé, aki erre felébredt és kiabálni kezdett. Tominak ez volt az utolsó húzása, így az anyja összepakolt és testvéreivel együtt magára hagyta a 13 éves gyereket. Mire Tommy másnap hazaért, már csak az üres házat találta. Mikor később erre visszaemlékezett, nagyon dühítette, hogy köszönés nélkül elhagyta őt az anyja, és innentől kezdve haragot érzett minden nő iránt. Állítása szerint ekkor követte el az első komolyabb bűntényét is, amikor egy nőt eszméletlenre vert egy pisztollyal. Otthon és család nélkül Sells elkezdett városról városra kóborolni, alkalmi munkákból élt és ellopta, amire szüksége volt. Sells később azt állította, hogy az első gyilkosságát 16 évesen követte el, miután betört egy lakásba és megölt egy férfit, aki orális szexet folytatott egy fiatal fiúval. Mivel a rendőrségnek nem volt tudomása akkoriban ilyen jellegű gyilkosságról, így ez az állítás nem volt bizonyítható.
valamint vallott egy másik gyilkosságról is, amit 1979. júliusában követett el. Agyalőtt egy idősebb John Cade nevű férfit, miután Cade elkapta, hogy Sells betört az otthonába. Egyik rendőri szervnek sem volt tudomása ilyen gyilkosságról, így ez sem volt bizonyítható az előzőhöz hasonlóan. 1981. májusában az Arkansas-i Little Rockba ment, és újra összeköltözött az anyjával és a testvéreivel. A találkozó rövid ideig tartott. Egyik este az anyja elment zuhanyozni. Nem sokkal később Sells utána ment pucéran, beállt a zuhany alá és megpróbálta megerőszakolni a saját anyját. Anyja azonnal elzavarta őt otthonról, meg is szakadt a kapcsolat köztük. Miután nem kapott segítséget egy mentálhigiéniás klinikától, Sells többet kezdett inni, végül 1982-ben nyilvános részegség miatt tartóztatták le először. Miután kiengedték, Sells újra az utcán találta magát, pénz, munka és élelem nélkül. Ebben a kilátástalan helyzetben visszatért ahhoz, amihez értett. Lopott, rabolt, gyilkolt, tehervonatokon utazgatott városról városra, alkalmi munkákból élt. Ezek többnyire utazóvásározók és körhintások voltak, akik munkát adtak neki. 1984. májusában Sells autólopás miatt elítélték, és 2 év börtönbüntetést kapott. A következő év februárjában engedték szabadon. Később bevallotta, hogy 2 embert megölt Arkansasban, mielőtt 1983-ban San Luisba indult volna. A 2 gyilkosság közül csak egy bizonyos Holokins megölése lett bizonyítva. 1985. júliusában, amikor 21 éves volt, Sells egy karneválon dolgozott Four Seasonsben. Ott ismerte meg a 35 éves Anna Cordot, aki egyfajta jutalomként a 4 éves fiát vitte a vásárba. Sells leszólította a nőt, dumálni kezdtek, és Cord vonzónak találta Sellst, és még aznap este elhívta őt az otthonába. Sells bevallása szerint szexelt a nővel, majd el is aludt. Az éjszaka folyamán arra ébredt, hogy a nő a hátizsákjából ki akarja lopni az ott elrejtett kábítószert. Sells a lakásban talált baseballütőt felkapva agyonvert a nőt, majd a gyerekével is ugyanígy végzett, mivel látta őt, és nehogy tanúskodhasson ellene. 3 nappal később találták meg a 2 rosszul elrejtett holttestet, de addigra Tommy Lynn Sells továbbállt. Ezután Texas felé vette az irányt, ahol heroin túladagolása miatt kórházba került. Miután kijött a kórházból, ellopott egy autót, és a kaliforniai Fremontba utazott. A fremonti nyomozók úgy vélik, hogy ő volt a felelős a 20 éves Jennifer Dewey haláláért, akit lelőttek, valamint ő gyilkolta meg a 19 éves Michelle Xavierért, akinek elvágták a torkát. 1987. októberében Sells a nevadai Wynemukkában élt, a 20 éves Stephanie Strollnál. Sells bevallotta, hogy Strollt LSD-vel bedrogozta, majd megfojtotta és testét eltüntette. Lábára betont öntött, mikor megkötött, kivitte a sivatagba és egy melegvízű forrásba dobta. Testét sosem találták meg. November 3-án elhagyta Wynemukkát és kelet felé vette az irányt. 1987. októberében meggyilkolta a 27 éves Susan Korcot a New York-i Amherstben. Cade Darden és felesége, Ellen Darden egy mobilházban éltek az Illinois-i Ino mellett a 2 éves fiúkkal, Peterrel. Ellen a második gyermekükkel volt terhes. Cade a helyi víztisztító üzemeltetőjeként, még Ellen egy írószerboltban dolgozott. Szabad idejükben a helyi baptista templom zenei együttesével játszottak. A fiatal család lakóhelye egyre erőszakosabbá vált, és a házaspár biztonságosabb helyre akart költözni gyermekei számára. A környező gyilkosságok és nem érőszakok számának növekedése miatt Cade nagyon óvta a családját. Egy alkalommal megtagadta az otthonába való belépést egy fiatal nőtől, aki a telefonjukat akarta használni. 1987. november 18-án Cade nem jelent meg a bűszakjában dolgozni, és betegséget sem jelentett, ami nem volt jellemző a megbízható dolgozóra. Amikor főnöke felhívta Cade otthoni telefonját, nem érkezett válasz, ezért felhívta a szüleit, hogy nézzék meg, hogy mi történt vele. Amikor Cade nem válaszolt a szülei telefon hívására sem, aggódni kezdtek, és a rendőröket hívták, majd megbeszélték a rendőrökkel, hogy egy pótkulccsal találkoznak a család otthonánál. Odabent borzalmas jelenet fogadta őket, amely még a legedzettebb tiszteket is megrázta. Felfedezték Ellen, Peter és egy újszülött kislány holttestét, akik mind egy ágyban hevertek. Ellent és Pétert is megkötözték és betömték a szájukat, mielőtt brutálisan agyonverték volna őket Peter baseballütőjével. A könyörtelen támadás alatt Ellen megszülte a kislányát. A gyilkos nem kegyelmezett az újszülöttnek sem, őt is agyonverte, majd levágta a nő melleit, és a baseballütőt feldugta Ellen hüvelyébe. Mivel nem találták Cade-et, kezdetben azt hitték, hogy lemészárolta a családját, majd elmenekült. Az autója is hiányzott a ház mellől. Másnap azonban Cade holttestét is megtalálták körülbelül 1 mérföldnyire a lakókocsitól. Cade-et 3-szor meglőtték, és a péniszét levágták.
A kocsiját később a helyi rendőrség előtt leparkolta az elkövető. A belseje véres volt mindenhol, jelezvén, hogy ott gyilkolták és csonkították meg. A gyilkosság olyan brutális volt, hogy egyes nyomozók azt feltételezték, hogy a bűncselekmény egy sátánista csoport műveletet, amint áldozatokat mutatnak be. Az esetet nem is tudták elkövetőhöz kapcsolni egészen 2000-ig, amikor is Celso letartóztatása után beismerte, hogy miként végzett a családdal. Elmondása szerint megkötözte az anyát és a gyermekét, akiket a lakókocsiban hagyott, majd elvitte és kivégezte a családfőt, akinek levágta a péniszét. Utána visszatért a lakókocsiba, egy kalapáccsal megölte a 3 éves Pétert és megpróbálta megerőszakolni Elint, akinél ennek következtében megindult a szülés. Ezután verte őket agyon egy baseball ütővel, majd miután végzett, feldugta azt a nő hüvelyébe. Celso sztoriával csak az volt a baj, hogy semmi olyan információt nem adott, amit ne tudhatott volna valamilyen hírforrásból. Ami új információ lett volna, azt úgy gondolták a rendőrök, hogy véletlenül találta el. Például a nő elhelyezkedése az ágyon. Először rossz választ adott, másodszorra viszont eltalálta. Ami akár véletlen is lehetett. Azt is több variációban mesélte el, hogyan jutott a család lakásába. Mivel Celso fejben nem volt a toppon, sokszor nem emlékezett az elkövetett bűntényekre, vagy a drogos befolyásoltság, vagy az eltelt idő miatt, ezért a rendőrök nem tudták 100%-ban hozzákapcsolni, így az ügy megoldatlan maradt. A következő áldozat, aki Celso meggyilkolt, Melissa Ann Trembley volt. A megerőszakolt és összeszurkált lány holttestét vasúti sinek közt találták meg, lábát az egyik vonat levágta. Melissa gyilkosa sosem került rendőrkézre, de minden bizonnyal Tommy Lynn Celso tette. 1989. január 27. Kalifornia. Megöl egy ismeretlen prostituáltat, akinek elrejti a holttestét. A megadott helyen egy ismeretlen nő csontjait találták a rendőrök. 1992. május 13-án a 20 éves Fabian Witherspoon új munkahelyéről tartott haza, mikor meglátta Celso egy táblával a kezében, hogy élelemért dolgozik. Megállt megkérdezni, hogy miben segíthet. Celso elmondta, hogy egy híd alatt lakik a feleségével. Mivel megsajnálta, beültette a kocsijába és hazavitte a lakásába. Mondta neki, hogy maradjon kint, összepakol neki egy csomagot. Mire visszajött, Celso már a lakásban volt. Fabian kérdezte, hogy mire lenne még szüksége, mire azt mondta, hogy a feleségének kellene fehér nemű. Ezt ugyan kicsit furcsálta, de elindult a hálószobába és fehér neműt kezdett elővenni a bőröngyéből. Addig Celso bezárta az ajtókat, felvette egy sztékkést, bement a hálószobába, és azt mondta neki, hogy tegye meg, amit mond, és nem sérül meg. Többször megerőszakolta Fabiant, majd a zuhany alá vitte, hogy újra megerőszakolja. A fürdőszobában a nő fejbe verte Celso egy futballlabda nagyságú porcelánkacsával, amitől az megszédült. Fabian ettől felbátorodott, és elvette a kést Kábul támadójától, és újra szúrni kezdte. Majd elkezdett futni a bejárati ajtó felé, de Celso utolérte, és ellökte a lányt a szoba másik végébe. Celso visszavette a kést, és szallaggal megkötözte Witherspoon kezét és lábát, és a kést a torkához tartotta. Azt mondta a lány, hogy ha Celso elmegy, senkinek sem mondja el, mi történt. Valamint most tudta meg, hogy terhes, és hogy a férje is hamarosan otthon lesz. Witherspoon elmondta a rendőrségnek, hogy Celso azzal fenyegetőzött, hogy kivágja a hangszálát, hogy ne tudjon beszélni. Végül Celso fejbeverte néhányszor Fabiant egy székkel, és otthagyta ájultan. Szerencsére a férje hazaért és hívta a mentőket, így megúszta komolyabb sérülésekkel. Ezután Celso megint letartóztatták, a nemi erőszakért és gyilkossági kísérletért kapott 10 évet, amiből kereken 5 évet ült le, és 1997. májusában újra kiengedik. A hatóságok megerősítették, hogy 1997. október 15-én Celso elrabolta az ágyából a 13 éves Stephanie Mahonit, anélkül, hogy felébresztette volna a lakásban alvó két másik gyereket. Berakta az autójába, és egy elhagyatott helyre vitte, ahol bedrogozta, megerőszakolta, megfojtotta, és a holttestét bedobta egy tóba. 2 nappal korábban egy élelmiszerboltban összetűzésbe keveredett egy Julie Rea Harper nevű nővel. Miután bevásároltak, Celso hazáig követte a nőt. Éjfél után visszament a lakásba, és a konyhában magához vett egy kést, és 12-szer megszúrta az ágyában alvó 10 éves Joel Kirkpatrickot. A zajra felébredt az anya, és bement a gyerek szobájába, ahol összeverekedett a fia gyilkossával. Celso ugyan el tudta zavarni, de fiát már nem lehetett megmenteni, és a rendőrség sem hitt neki. Mert senkinek sem állt szándékában ártani a családnak, idegenkezűségre sem találtak semmi bizonyítékot. Így 3 évvel később Julie Reát 65 év börtönre ítélték. 2004-ben Celso beismerte, hogy Stephanie Mahoney meggyilkolás előtt 2 nappal valakit megölt,
és verekedett is egy nővel. De nem igazán tudta felidézni az eseményeket, mert be volt cuccozva. De az által elmondott történet nagyon hasonlított a Julie által vallott esetre, így az anyát felmentették. 1999. március 30-án betört Deborah Harris lakásába, aki 9 éves kislányával élt egy lakókocsiban. Sales elmondta, hogy 20 mérföldes kitérőt tett észak felé a 40-es úttól. Mint mondta, 1999. március 30-án éjfél körül ért a lakókocsi bejárati ajtajához. Kopogtatott a bejárati ajtón, és mivel nem volt bezárva, ki is nyílt. Belépett a lakásba a résnyire nyílt ajtón. Látott egy rakás dinnyét egy tányéron a konyhapulton, az alatta lévő fiókban talált egy kést. Végig sétált a folyosón Debra hálószobájába. Ezután az ágyra ereszkedett, és Debra torkához tette a kést. Sales vallomása szerint Debra nem sikoltozott, és nem is harcolt. Miután megerőszakolta Debra mozdulatlan testét, többször megszúrta. Ezután a fürdőszobába sétált, hogy megtisztítsa a vért a karjáról és a kezéről. Kinézett a folyosókor, és látta, hogy Debra 9 éves kislánya ijetten áll, és őt nézi. A lány felé indult, és a nappaliba kergette. Amikor elkapta, olyan erővel vágta a kést a testébe, hogy az felemelkedett a földről. Még egyszer megszúrta, és hagyta leesni. Zajt hallott Debra szobájából, bement, és utoljára még egyszer beleszúrta a kést, amit a mellkasában is hagyott. 1999. április 18-án Sales San Antonióban keresett munkát egy vásáron. Vallomás alapján Sales összeismerkedett itt egy rednevű férfival, akivel alaposan lerészegettek és valamilyen drogot is fogyasztottak. Észrevették a síró Mary Beat, aki azt mondta, hogy nem találja szüleit. Sales alkalmi haverja felkapta a kislányt és elvitték egy kihalt 2 kilométerre lévő patakmederhez, ahol volt egy kék matrac. Sales már járt itt a nap folyamán, ezért ismerte a helyet. Állítása szerint itt elájult, amint leült a matracra. Egy pillanatban Sales felébredt és látta, hogy Red szexel Mary Beat-vel. Ezután megint elájult. Később újra felébredt, és a másik férfi még mindig Mary Beat-vel foglalkozott. Sales beszámolója szerint ekkor összeverekedtek, Red pedig elszaladt. Sales azt állította, hogy csak ekkor vette észre a földön ülő kislányt. Azt mondta, hogy a lánya földön ült és a térdét a mellkasához szorította. Sales mögé térdelt és megfojtotta. Ezután elmenekült és egy tehervonatra ugrott, ami elvitte őt a városból. Egy horgászó férfi április 25-én találta meg Mary Beat holttestét. A holtteste annyira lebomlott, hogy az orvosi vizsgálat nem tudta megállapítani, hogy történt-e nemi erőszak. A Red nevű férfi, ha létezett is, soha nem azonosították. Sales azt is mondta a nyomozóknak, hogy annyira ittas volt, hogy szinte semmire sem emlékszik. De a nyomozók úgy gondolják, hogy Sales igazat mond Mary Beat meggyilkolásával kapcsolatban, mert tudott olyan részleteket, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra, többek között azt, hogy a lány Mickey Mouse pólót viselt, és rózsaszínű körömlak volt rajta. Kék matracot is találtak Mary Beat teste közelében. A Red nevű ivó cimbora viszont a képzelet szüleménye lehet. 2000. február 18-án egy Texas Rangers-re készített interjújában Sales elmondta, hogy miután Red elszaladt, Mary Beat arra kérte, hogy ne bántsa tovább. És te mögé léptél és megfojtottad? Kérdezte Coy Smith Ranger. Igen, mondta Sales. És meddig folytogattad? Hallottam az utolsó leheletét. Oké, és mindezt miért tetted? Halott ember nem beszél, válaszolta Sales. 1999-ben megöl még egy 13 éves és egy 14 éves gyereket. Majd az év utolsó napján a bevezetőben említett Terry Harris lakókocsijának ablakán bemászva végigjárja a lakást, és a negyedik szobában megtalálja az alsó ágyon alvó Kaylin Harris-t. Befekszik mellé és erőszakoskodni kezd vele. Miután kiabálni kezd, elvágja a torkát és megszurkálja. Ekkor veszi észre a felső ágyon lévő másik lányt, akinek szintén átvágja a torkát, ahogy az ágyban fekszik. Krisztál Szarsz, akinek millimétereken múlik az élete, leesik a földre és nem mozdul. Szerencséjére Sales azt hiszi, hogy megölte őt is, és elhagyja a házat. Krisztál elmondta vallomásában és a bíróságon is, ha akkor megmozdul, Sales biztos végzett volna vele is. Miután Krisztál hallott, hogy Sales elhajt a kocsijával, a 10-15 perce lévő szomszéd lakókocsijához rohant, és mivel nem tudott beszélni, leírja a szomszédnak, hogy hívja a mentőket és a rendőrséget. A szomszéd próbálta nyugtatni a lányt, de egész idő alatt attól tartott, hogy Krisztál ott hal meg a konyhájában, olyan rossz állapotban volt. A kórházban több öltéssel összevarják a 15 centi körüli sebet, ami hajszállal került el a létfontosságú részeket. Másnap a rendőrök bemennek kihallgatni a lányt a kórházba, és egy fantomképet rajzolnak a lány leírása alapján. Miután a képen látható személy nem ismeretlen a rendőrök előtt, így hamar be tudják azonosítani az elkövetőt, aki Tommy Lynn Sales volt. Január 2-án le is tartóztatják és beismeri a gyilkosságot és a gyilkossági kísérletet. Később ugyan visszavonta a vallomását, de ez már nem változtatott a helyzetén. A rendőröket is meglepte az éveken át tartó gyilkossági sorozat.
amit leginkább azért tudott megúszni, mert a gyilkosságok után elhagyta a helyszínt, felpattant egy tehervonatra, és pár nap múlva az ország másik végében garázdálkodott. Összesen 70 gyilkosságot vallott be, aminek nagy részét nem tudták rábizonyítani. Ilyen, mint a Dardin család lemészárolása, ahol nem tudott egyértelmű válaszokat adni, találgatott, és nem volt bizonyítható, hogy ő tette. Sok esetnél olyan részeg volt, vagy úgy be volt állva, hogy nem is emlékezett dolgokra. De voltak olyan esetek, amikor ugyancsak adott fals válaszokat, és bizonyíthatóan ő tette. Így a rendőrök csak találgatni tudtak, hogy mennyi lehetett a valós gyilkosságainak a száma. A statisztikájában 22 gyilkosság szerepel, amit hozzá tudtak kötni. A valós szám valahol a 70 és a 22 között lehet. Ennyi gyilkosság ellenére csak Kaylin Harris megölése miatt ítélték el. Úgy gondolták, hogy nincs értelme tízszer elítélni, amikor már súlyosabbat nem kaphat. Meg a családokat sem akarták kitenni újabb soknak, így maradt az egy gyilkosság és a halálos ítélet. 2014. január 3-án Del Rio bíró kihirdette a végrehajtás időpontját, amit 2014. április 3-ra tűzött ki. Arra a kérdésre, hogy szeretne élni az utolsó szó jogával, Sess azt válaszolta, hogy nem. Amikor a halálos adag injekciót megkapta, néhány mély lélegzetet vett és lehúnyta a szemét és horkolni kezdett. Kevesebb mint egy perc múlva abbahagyta a mozgást. 18-27-kor halottnak nyilvánították. 2015. novemberében Melissa DeBoer felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, miután megnézte a Crime Watch Daily egyik epizódját, amelyben Sell szerepelt. 1982-ben San Luis otthonában meggyilkolták DeBoer édesanyját, John Tate-et. A szexuális jellegű támadásban a 7 éves Melissa vallomása alapján Rodney Lincolnt azonosították, mint elkövetőt. DeBoer azonban úgy vélte, hogy Sell szölte meg az anyját, nem pedig Lincoln. 2018-ban, 36 év börtön után Eric Greitens, Missouri kormányzója, kegyelemben részesítette Rodney Lincolnt. Köszönöm, hogy megnézted, ha tetszett, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, esetleg a véleményed van, az kommentben leírhatod. De ha mind a háromat megteszed, az segít nekem a legtöbbet.